Sportmagazin. A heti sporttárs a Pirtóvil Kft. Támogatásával. Tabula ráza. Tiszta lappal és új edzővel kezdi meg az alapozást a Faddy Korkiskun Halasi FC. Fitkit karácsony, meglepetésekkel, ajándékokkal, rendhagyó koreográfiákkal. Dobogó közelben az UKSC Junior, heterogén csapatösszetétel és elszánt tréner a kézilabdásoknál. Ismét eltelt egy esztendő, így idén az utolsó sportmagazint látják kedves nézőink, jó estét kívánok! Fitness karácsony, kézilabdás, idényzárás és új edzővel kezdi meg az alapozást a Kiskunhalasi FC. Ezek a témák kínálják magukat ma este. Vendégünk Demeter József, a Kiskunhalasi UKSC elnöke lesz, akivel az őszi szezont értékeljük, és természetesen előre is tekintünk a 2017-es évre. Remélem, ma is figyelnek ránk. Minden eddiginél eredményesebb esztendőt zárt a Halas Fitness Egyesület. A különböző korcsoportokban, kategóriákban rengeteg érmet nyertek a lányok az országos bajnokságokon, sőt a kontinens viadalon is ott voltak a legjobbak között. Szombaton a sikereknek és egymásnak örülve egy rendhagyó karácsonyi gálát rendeztek az évzárás apropóján. Kicsik és nagyok kéz a kézben vonulnak be a fitness gála helyszínére. A közel 100 lányt rendszeresen megmozgató egyesület sorrendben 18. karácsonyi ünnepére minden gyerek, minden csoport különböző ide illeszkedő koreográfiával készült. A barabás nővérek például nyáron érkeztek haza az Egyesült Államokból, és már is nagyon aktív tagjai a kezdőcsoportnak. Két hónapra járunk, és mi azért járunk fitnessre, mert anyukám meg apukám mondták, hogy nagyon hajlékony vagyunk, és akarták, hogy járunk fitnessre. És te? És hogyan tetszik egyáltalán ez a két hónap alatt? Mi az, ami tetszett ebben az egész dologban? Nekem az, hogy tudtunk tornázni, meg hogy gyakoroltunk, meg hogy végre versenyzők lehetünk. Hogyan készültök ti személy szerint a karácsonyra, hiszen néhány nap múlva itt a karácsony? Én nagyon várom, mert most lesz az első év, amikor a nagyobb család együtt lesz. Ti mivel készültök? Ki fogjuk rakni a csizmánkat az ablakba, fog hozni a télapot remélhetőleg valamit a csizmánkba, és reggel felkelünk, korán felszoktunk kelni, vagyis este kirakjuk a mézes kalácsot a télapónak tejvel, és reggel megeszi. Suba Viktória egyéniben és duóban is az ország legjobbjai közé tartozik. Én úgy gondolom, hogy elég sikeres volt ez az évem, a sérülésemet leszámítva. Azon kívül és annak ellenére is úgy gondolom, hogy elég, tehát tudtam azt az eredményeket hozni, amit elvártam magamtól. Most egy karácsonyi gálán vagyunk, te rutinos versenyzőnek számít, azt nem tudom, sokadik gálád ez már. Mégis milyen érzés, milyen gondolatok fűznek hozzá ez a gálához? Hogyan készültök egy-egy ilyen gálára? Hát én úgy gondolom, hogy körülbelül ugyanúgy izgulok, mint a legelső gálámon, mert minden évben mégis új gyakorlat, így szinte ugyanúgy új az élmény minden évben.
Idén sokat fejlődtem, köszönöm szépen az edzőknek, és jó helyezéseket értem el úgy magamhoz képest, országosan és nemzetközileg. Szerintem nagyon jó, hogy így évvégén mindenki megmutatja, hogy mit fejlődött az évben, mit ért el, és hogy mit tud. Mennyiben más ilyenkor szerepelni egy gálán, mint egy versenyen, ahol ugye kevésbé tudnak részt venni a szülők, itt viszont mindenki itt van. Hát szerintem itt azért kicsit olyan családiasabb a légkör, meg senki nem izgul annyira, jobban el tudják magukat engedni a gyerekek. Tóth Lilinek 2016-ban minden összejött. Mindenhol nyert, ahol elindult. Nagyon szerencsés voltam, mivel 3 versenyt is meg tudtam nyerni, és így nagyon boldog lett az év vége. Miben volt ez más, hiszen korábbi években is sokat versenyeztél, de ez a 16-os, ez nagyon összejött neked. Hát azért sok tapasztalatot nyertem, ugye már 4 éve sportolok, és így rengeteget edzettem, tapasztalatot gyűjtöttem, és talán így. Mivel, mennyivel voltál te jobb, mint az összes tagja a mezőnynek? Hát azért mindenki nagyon ügyes volt, de azért talán a show, amivel le tudtam őket győzni. Persze a technika az nehéz, de azon is pontosítottam. Lili, most eddig mire egy kicsit a versenyzés, hiszen egy karácsonyi gálán vagyunk. Hogyan készültél egyáltalán? Mit jelent a számodra az ilyen is ehhez hasonló gála? Hát szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogy kitalálták, mivel így a szülők is láthatják, azért a versenyen nem úgy látják, mint egy ilyen fellépésen, mivel versenyen mindenki nagyon izgul, ugye anyáik is értem is izgulnak, és így szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt. Ezzel az ünnepi gálával zárta a 2016-os esztendőt a Halas Fitness Egyesület. Jövőre még magasabbra kerül a mérce, ugyanis 2017-ben lesz éppen 20 éves a Halasi Egyesület. Szép karácsonyt! Tartalmas születésnapot! Ősszel messze várakozás alatt szerepelt a Faddikor Kiskunhalasi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Ennek meg is lett a következménye. Az eredménytelenség miatt a 8. forduló után lemondott Kispéter edző, őt az utolsó 6 mérkőzésre a Jánoshalmi Tóth István váltotta a kispadon. A szakvezetés már a bajnoki idény finisében új trénert keresett és talált is. A múlt hét végén bemutatták a csapatnak a Csongrád megyéből érkező edzőt, Marinko Stetakovicsot. Pénteken este személyesen is megismerkedhettek a Faddikor Kiskunhalasi FC játékosai a néhány napja kinevezett új edzővel. A magyar-horvát állampolgárságú, Szegeden élő tréner baráti kapcsolatok révén került Halasra. Van én nekem egy jó barátom Szegeden, aki segített abba, hogy legyen új edző nálunk. Én meg azt gondoltam, hogy a megyéből nem akarunk elhozni senkit, se onnan se nem akarunk elcsábítani, mert úgy gondoltam, hogy egy vérfrissítés sokkal jobban jön nekünk, hogyha a másik megyéből lesz valaki, akit Isten igazából itt nem ismer senki, de kiderült, hogy akit a jókomám javasolt 3-ból, és akkor kiválasztottuk az elsőt, és úgy gondoljuk, hogy a következőben a lehető legjobb választásunk volt, lesz, így a Marinkóra esett a választásunk. Na most ő neki előéletét azt tudjuk, meg el is mondta, jónak tartjuk, szerintem egy jó tavasz elé nézünk, hogyha be tudjuk tartatni ezeket a dolgokat, amit ő már fölvázolt. Természetesen meg fogja csinálni a felkészülésre a tematikát, és ehhez a játékosok kellenek, meg mi kellünk hozzá, meg természetesen az edző, hogy ez jó süljön el.
Marinko Stetakovic 13 hónapos eltiltás után friss lendületet szeretne vinni a KFC játékába. Meglepődtem, amikor az ismerősek szóltak nekem, hogy kellene egyik napon átjönni ide a Halasra, hogy nézzük meg egy meccset. Akkor már sejtettem, hogy miről lenne szó. Hát megnéztem egy-két meccset, rájöttem arra, mi az, ami nem igazán működik a csapatnál. Utána megbeszéltünk a Jánossal, hogy mi az, ami kellene ehhez a csapathoz, hogy igazából normálisan működjön. És úgy gondolom, hogy ha minden úgy sikerül, hogy elterveztünk, akkor tavasz sokkal sikeresebb lesz. Senkit nem szeretnénk elküldeni, hanem inkább megerősíteni azt a csapatot, pluszban, hogy az ifi csapatból is felhoznánk pár játékost, mert fiatalítani is kellene. Ez az egyik rész, a másik az, hogy megszökák azt a légkört, amit illeti a felnőtt csapatot. Azt az erősítést, amit elterveztünk, meg a maga a felkészülési időszakot, az körülbelül január 10-én kezdődne. Ha február vége fele elkezdődik a bajnokság, szerintem az a 4 hét, 4,5 hét, az bőven elég lesz ahhoz, hogy felkészíteni a csapatot. Amit én látom elsősorban az, hogy a csapatnak igazából nem volt egy olyan egyeniség a pályán is, aki vezetne ezt a csapatot pályán kívül is. Úgy gondolom, mint edzőer, itt tervezünk persze, hogy egy picit legyen karakteresebb a csapat. Látom ebbe a csapatot, ismerem a játékosokat is, sokkal többre képes ez a csapat, mint most, ami nem tudom, 6.-8. helyen elhelyezkedik. Úgyhogy én azt várom, hogy abból a 10 pár meccsből kellene megnyerni legalább 10-et, hogy legyünk ott azon a helyen, ahol elvárható ettől a csapattól. A játékosok már nagyon várták az új edzőt. Személy szerint én nem ismerem őt, a többiek meséltek, akik Csongrád megyében játszottak Ásotthalmon, hogy Tiszaszigeten volt ő az edző. Igazából mi azt szerettük volna, hogyha edzőváltás szóba jött, hogy egy jó karizmatikus alkat jöjjön ide, egy karakán edző jöjjön az öltözőbe, aki azt mondja, hogy csönd van, akkor csönd is lesz. Bízunk benne, hogy ez így is lesz, és mindenki vigyázba fog állni, és beáll a sorba, és egy jó tavaszt tudunk produkálni, elfelejtetni az őszt a szurkolókkal. Szerinted miben kell javulnotok nektek magatoknak, hozzáállásban, esetleg motiváltságban, edzettségben ahhoz, hogy eredményesebb legyen ez a KFC tavasszal? Én úgy gondolom, hogy a motivációval nem volt gond, inkább az, hogy egy kicsit kimondva is túl lett értékelve a csapat, és ezáltal a fejekben az, ami kellett volna, az nem volt meg az a koncentráció, ami egy-egy meccset mondjuk el tudtunk volna dönteni, vagy éppen az adott vereséget elkerülni. Hogyha ezeket ki tudjuk javítani, akkor nem lesz probléma, úgy gondolom. 46 egyesület 673 versenyzője állt rajthoz Hódmezővásárhelyen az év utolsó úszóversenyén. Természetesen itt is remekeltek a halasiak. A mérleg 11 aranyérem, 16 dobogós helyezés és 19 pontszerző eredmény. Kiemelkedett a mezőnyből Juhász Janka, aki egyedül 4-szer állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Az NB1-es KNK-s volt trénerét, Zsiga Gyula mesteredzőt nevezték ki tegnap a Magyar Kézlabda Szövetség szakmai igazgatójává. Feladata többek között az edzőképzés és az utánpótlás nevelés megújítása lesz. A hétvégi fordulók után csak 2017. január 7-én folytatódik a Connection téli teremlabdarúgó bajnokság a Bibó gimnáziumban. Nézzük most képes rövid híreinket. Rendhagyó karácsonyi labdázásra hívta a Bibó gimnáziumba a kis Manókat, Palcs Róbert és felesége Karsai Dóra. A különleges labdás foglalkozások már tavasszal elkezdődtek Halason. A cél az, hogy játékos formában megalapozzák a gyerekek mozgásigényét, pozitív élményeket adjanak, fejlesszék ügyességüket, mozgáskultúrájukat. További terv, hogy megfelelő utánpótlásbázist hozzanak létre a különböző korosztályos csapatok számára. A foglalkozások jelenleg a Csipke, a Bóbita és a Gólyafészek óvodában zajlanak. A rövid idő alatt már is több mint 100 gyerek csatlakozott a programhoz.
Szombaton és vasárnap a harmadik, negyedik fordulóval folytatódott a Connection Kupa téli teremlabdarúgó bajnokság a Bibó gimnáziumban. Néhány fontosabb, érdekes eredmény a hétvégéről. Bócsa Barátok, Roló Halas Balota 3-5, Lindau Antallapos Riders 4-1, FC Planenbau Szivacs FC 3-0, Táznária Totya Boltja 1-6, CLFC Sóstó 2-0, Rosé Connection 3-0 és Retro Magé Bácskaagrár 3-1. Szombaton délelőtt a Humán Szakképző Iskola sportcsarnoka adott otthont az MB2-es futszál bajnokság U17-es mezőnyének. A házigazda Szilárd Jerefti az első találkozón Suhajda, Kerekes és Pígel találataival 3-0-ra legyőzte a Málta Ese együttesét. A második mérkőzésen a Skorgol Kecskeméti FC volt a halasiak ellenfele. Ezen a rangadón is remekelt a halasi egylet. Angeli 3, valamint Suhajda 1 góljával 4-1-re nyertek a szilárdisok. Ezekkel a magabiztos sikerekkel 12 fordulóban szerzett 29 pontjával vezeti csoportját a szilárdi RFC. 12 ponttal az 5. helyen zárta az őszi idényt a kiskunhalasi UKSC MB2-es junior kézilabda csapata. A srácok mindössze 2 ponttal vannak távol a dobogótól, és ez mindenképpen biztató tavaszra. Most az idényzárás apropóján kérdeztük a csapat játékosait, és a nyáron kinevezett edzőt, Demeter Ádámot. Újkígyóson játszotta idei utolsó MB2-es bajnoki mérkőzését a kiskunhalasi UKSC junior együttese. A csapat ugyan alul maradt idegenben, de 10 fordulóból szerzett 6 győzelmével és 4 vereségével a dobogó közelében az 5. helyen fejezte be az idényt. A csapat sok tekintetben előrelépett az elmúlt évhez képest, de még bőven van mit javítani az eredményességen. Én nagyon jól éreztem magam, szerencsére jól összekovácsolódtunk, mindenki támogatja a másikat, persze vannak néha konfliktusok, de ezt elkerüljük, és ezáltal jó csapattá válunk. Szerintem egy fokkal lehetett volna jobb is, de reálisan most úgy tudom, hogy a 4-5. Helyen helyezkedünk el, és szerintem ez most így jó, majd második fél évben keményebb meccseink lesznek, és megpróbáljuk azokat jobban behúzni, és több ponttal hazajönni. Én úgy gondolom, hogy az első mérkőzés a Szeged ellen már csak a név miatt is nagyon nehéz volt, meg kiemelném még a Békés Csaba elleni mérkőzést, amit egy időn túli hetessel sikerült megnyerni. A saját teljesítményemmel őszintén elégedett vagyok, az ellenfelek pedig minden egyik ellenfél nehéz volt, de sikerült őket nagyrészt megverni. Donát, szerinted miben kell fejlődnie a tavaszra majd ennek a csapatnak? Mindenféleképp a kondíción kicsit javítani kellene, hogy a meccsek végére ne fáradjunk ennyire el, meg egy pár új figurát meg kellene tanulni. A csapat fél éve kinevezett edzőjének különleges kihívást jelentett ez az évad. Elégedett vagyok velük maximálisan ebbe a fél évbe. Meglátjuk, hogy a többiek mit játszanak, olyan 6. helyre gondolom, hogy érkezik most így a csapat. Vannak új játékosaink, vannak fiatalok, úgy gondolom, hogy ez egyelőre egy aktuálisan jó pozíció. Van egy-kettő erős csapat, aki ellen játszottunk, többek között most ez az új kígyós is, sajnos itt a végére egész egyszerűen elfáradtunk. Sok volt a beteg, ugye Gyenizs Lacika, aki az egyik leggólerősebb játékosunk, ő is már jelezte, hogy rosszul érzi magát. Alex is mondta bal kettes poszba, hogy rosszul érzi magát, beállunk is rosszul volt, gyakorlatilag ez a vírus most nem jókor jött. Az elején nagyon jól tartottuk magunkat, aztán sem is a végén mi fáradtunk el. Ádám, te hogyan látod az ősz folyamán, az ősz végén, mit kell majd teljesítenetek, mi következik most a csapat számára, és milyen alapozó munkát kell végezni annak érdekében, hogy a csapat még eredményesebb legyen tavasszal? Hát idén már nem sok mindent tervezek, még valószínű, hogy edzés időpontunkba egyszer bemegyünk focizni egy kis levezetésre, aztán januárban elkezdjük az alapozást, komoly fizikai munkára gondoltam én, bár a védekezésünk az azért általában jó, labdakezelési problémáink vannak, arra is oda szeretnék figyelni, illetve a tavaszi fél évben mindenféleképpen az elején lefektetjük a szabályokat, és kicsit jobban odafigyelünk a fegyelemre. Mire számít az tavasszal? Hova érhet el ez a csapat optimális esetben? Hát ezt igazság nem számolgattam ki, de úgy gondolom, hogy vannak olyan csapatok, akitől idén kikaptunk, és tavasszal meg fogjuk tudni őket verni. Én úgy gondolom, hogy ha most a 6. helyen zárjuk az őszit, akkor azért tavasszal a 4. legalább föl szeretnénk jönni.
Kedves nézők, kézlabda után kézlabda, UKSC után UKSC. Mai vendégünk Demeter József, a Kiskunhalasi UKSC elnöke. Jó estét kívánok, szia József! Jó estét kívánok! Hogy vagy? Köszönöm szépen, túl vagyok az influenzán, talán túl vagyok. Kicsit fáradtan, így évvége felé minden összejön. De nagyon elégedett lehetsz, hiszen fantasztikus eredményeket értek el az UKSC különböző csapatai. Hány csapat is van? Hány gyereket foglalkoztattok? Pillanatnyilag 12 csapatunk van összesen, ebből az NB2-es felnőtt csapat és a megyei felnőtt csapatot kiveszünk, akkor 10 utánpótlás csapatunk van, és két az U8-as fiú lány csapatunk januárban kezdi a versenyzést. Tehát 14 csapatból 12 utánpótlás csapat, igen. És mindegyik nagyon-nagyon jól szerepelt az ősszel, ahogy már beszélgettünk erről korábban is. Nézzük a felnőtt csapatot, hiszen a juniorról az imént beszámoltunk, hogy 5. helyen végzett. A felnőtt csapat meg 6. lett, ami egy nagyon-nagyon jó eredmény abban a csoportban, amely átszervezés alatt áll, és tulajdonképpen nagyon-nagyon nehéz lesz a tavasz is. Hogyan értékeled a csapat teljesítményét? Úgy gondolom, hogy jót tett nekünk ez a csoport, tulajdonképpen ezt mondhatom, jót tett nekünk ez a csoport, jót tette az idei esztendő, amikor hogy letisztult a játékos állomány, és akik itt maradtak, itt voltak, itt vannak, ők egy igazi csapatként együtt küzdenek, együtt akarnak, és hát együtt is győznek általában. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok a fiúkkal, hogyha ez a morál megmarad, és ez a győzni akarás, ez a játékkedv működni fog, akkor független attól, hogy sokkal nehezebb lesz a tavaszi szakaszunk, ennek ellenére én nagyon bízom benne, hogy ezt a helyezést meg fogjuk tudni tartani. Józsi, kisebb fajta csodát hajtott végre, nagyon szerény vagy a csapat, hiszen végigélhettem a mérkőzéseket, az idegenbeli és hazai mérkőzéseket is, hiszen nyáron nemhogy erősödött volna a csapat, hanem gyengült. Pecséri Máté, aki az egyik gólzsák, nagyon komolyan megsérült, tehát ő nem, talán még tavasszal sem játszott, bár bízunk benne, hogy igen. A másik gólzsák, Vadkerti Tóth Attila eligazolt. Mégis valahogy, valamiért nagyon-nagyon messze erőn felül teljesített a csapat. Mi a titok? Talán az a titok, hogy a Mátét nagyon sajnáljuk, meg Attilát is természetesen. Tehát aki elmegy tőlünk, mi általában mindig minden játékosunkat sajnálunk. De ez a felelősség, ami eddig a két játékoson volt, mindenki tőlük várta a gólokat. Ez a felelősség, ez eloszlott, és mindenkire hárult egy kicsi. Talán ez ezzel indokolható, hogy mindenki jobban odafigyelt, mindenki. Tehát házi góllövő listát, hogyha megnézzük, ott is látható, hogy kiemelkedően sok gólt lőtt Tanádi, aki igen, nagyon ügyesen helyettesítette Pecséri Mátét, igen, ő lőtte a hetesek többségét, Fülöp Józsi a másik góllövőnk, aki hetesekből nagyon szépen teljesített. Viktor nagyon-nagyon javul, Pecséri Viktor, tehát ő most már fegyelmezetten a csapattal játszik, nem úgy, mint korábban, hogy inkább az egyéni ambíciói jöttek elő egy-egy mérkőzésen. Most már valódi csapatjátékosként odafigyel a többiekre, játékba hozza a szélsőt, kettest, mindenkit, úgyhogy ezzel magyarázható is talán. Hát erre is utaltam, hogy kicsit letisztult a csapat. Mátét nagyon várjuk vissza, úgy tudom, hogy kezdi a munkát januárban, kezd alapozni velünk, és úgy szép fokozatosan vissza fog épülni a csapatba. Józsi, most van néhány hét pihenőtök, januárban kezditek az alapozást, 17-ben az elnökség mit vár összegészében az Egyesülettől? Összegészében azt várjuk, hogy ez a folyamat, ami elindult, ez a játékkedv, ez a nagy közösség építés. Tehát a minél jobban együtt gondolkodás, ez megvalósuljon. Mint ahogyan említettem is, 12 gyerekcsapatunk, utánpótlás csapatunk versenyezhet, több mint 170 játékengedéllyel. Azt várom, hogy mindenki jól érezze magát, mindenki egészségesen éljen, és mindenki szeresse a kézilabdát. Józsi, itt vagyunk, 4 nap múlva karácsony. Te hogyan készülsz, vagy a családod hogyan készül? Egy picit avasd be az intimitásba. Nálatok hogyan zajlik egy ilyen kézlabdás karácsony, hiszen mindkét fiad nagyon aktív és nagyon jó játékos, sőt edző is. Mind a kettő. Igen, hát most ezekben a pillanatokban sülnek a beiglik, a fiúk barátnői és a feleségem odahaza most készítik a család minden ágának a beigliket. Ezen kívül szerepel még egy közös karácsonyi kalácsütés a kemencébe,
Igazándiból holnaptól kezdődik a nálunk a karácsonyi készülődés. Most vannak vége azoknak a feladatoknak, amit nem lehetett elhalasztani, és akkor holnaptól már hangolódunk a karácsonyra. És hát úgy van, hogy szenteste az egész család, mindenki ott van nálunk, együtt ünnepelünk, első nap a rokonok jönnek, második nap a mi fiaink mennek a lányok rokonságához, és akkor ilyenkor egy kicsit pihenünk. Így is van ez rendjén. Józsi, nagyon szépen köszönöm. Gratulálok az eredményekhez, az egész egyesület eredményehez, és nagyon-nagyon békés karácsonyt kívánok neked és a családodnak, meg az egyesületnek. Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom. Kedves nézők, én megköszönöm a mai és egész éves kitüntető figyelmüket munkatársaim nevében is természetesen. Nagyon szép karácsonyt, nyugodt karácsonyt kívánok önöknek. Pihenjenek, foglalkozzanak a családjukkal, saját magukkal, és nagyon-nagyon sikeres sportsikerekben gazdag új esztendőt kívánok önöknek. Viszontlátásra 2017-ben!